trying, brother, but I don't know where to go. Nem ez volt a megoldás. De a faszom se tudja, hogy merre menjek innen. Keresztül esünk rajta, jó? Oké. Mi a fasz csináltam? Most termény, most a kamera miatt nem láttam, hogy mi van. Keresztül estünk rajta, megint nagyszerű. Nyomtam a shiftet, de se baj. Megint megnyomtam a shiftet, de nem azt akartam. Jó. Most honnan fogom tudni, hogy melyik irányba kell menni? Ah, ide kell, jó. Jó. Ezekkel a varranokkal azért toppon kell lenni néha, mert másképp már rohadtul tud fájni. Ne! Hogy estem le, bazd meg? Csak egyenesen kellett volna menni. Vagyis hát nem. Pont ez volt a baj, hogy nem csak egyenesen kellett menni. Na, csak egyenesen kellett volna menni, akkor nem esek le. De most mire ugrottam? Jó, ezt hagyjuk is, ezt a próbálkozást. Nem tudom, hogy miért lett én alas ez a boldan. Mi a fasz? De nem már! Komolyan! Ne! Miért nem kaptad el? Ez volt a világ végén múlva uralni szerintem. Tehát ennyit még én is tudok a falok futni. De is pont bele a lyukba! Na így. Nem látok semmit. De... De konkrétan semmi. Leestem valahogy. Az nem lesz így jó, hát... Ha nem látom, hogy mi van ott, akkor esélytelen vagyok, bazd meg. Jó, megbasztam a monitoron is most már fényerőt, de... Ha így se fogom látni, mi van, akkor... Hiába az egész. Oké, megtaláltam, jó? Na most mi a faszom? Erre kell jönni. Vagy erre, inkább. Where is November? Hát, most pont november van egyébként.
Oké, szerintem ez egy easter egg-szerű dolog volt. Csak a, ez a baj. Ez mind szép és jó, még ilyenek, csak most el vagyok tévedve. Nem lehet kijutni. Nem lehet fölmenni. Jaj, itt van az izé továbbhaladás. Ezt nem tudom, hogy nem vettem az előbb észre. Vagy észrevettem? Hogy gondoltam volna, hogy ha valahol nem tudok visszafelugrani, akkor nem is kell visszafelugrani. Otherwise it would make no sense. Sniper team? Oké. Okay. Snipereket annyira nem szeretjük. De a fegyverüket viszont nagyon is. All eyes on me, bro! Hát, nem így gondoltam. Szóval, hogy úgy kéne mozogni, hogy ők ne vegyenek minket észre. Ami elég nehéz. Oh. Descending reinforcement. De nem csak kettő sniper volt. Hol a reinforcement? Aha. What? Lőj ma! Aha. Tényleg csak kettő sniper lett volna? Oké. Okay. Higgyük el, hogy csak ketten voltak a sniperek. De már látom is, hogy hol a harmadik. Direkt testem, nem? Habár ez lehet, hogy hülyeség volt. Ah, faszta, nem kellett volna eldobni a snipert. Jó. Elakadtam a kannába. What? Most se azok, hogy nem kommunikálok túl sok mindent veletek, de most ez egy ilyen rész, ahol maximum concentration kell. Bejöttem, keci, mi van? Ez egy zsák utca, nem? Kelegen, hagyjál ma Kelegennel. Nem fog Kelegenre szavazni. Ha meg pusztul a világ, akkor se. Ah, it's really fucking hard, ami most jön. Mellesleg, srácok, ez az utolsó küldetés a játékban, ha jól emlékszem. Azért nem állítottam meg a felvételt az előző után csak. Mert nem voltam benne biztos, de hogyha biztosra tudtam volna, akkor megállítottam volna. Most már viszont semmi értelme nincs. De nem baj, majd megvárjuk, aztán ez lesz, aztán az lesz, ami lesz. Szét kell szedni a szervereket. Nem, we are trapped, brother. Miller.
Add majd a fegyverét, ember, hogyha nyomva jobb klikket, legalább akkor add majd a fegyverét, hogy nyomva jobb klikket. Oké. De nyomva jobb klikket, nem érted, ember? A smoke ez nekem is segít amúgy. De ha nyomom a jobb klikket, akkor add majd a fegyverét. Már megölnek, mire bármit tudok csinálni. De... Jó. De hiába nyom a jobb klikket, mert nem teszi el tőle a fegyüvet. Na végre. Hát csak ez a baj, hogy ha ide feljövök, akkor még a mannyi. De nyomom a gombot, hogy üsd le! Ah, az lett volna jó, hogyha a kibaszott ugrásból szétszedi a csávót, mint ahogy ennek ugye rendetetés szerinti módja van. Szóval jövök így, azt meghalok, mire odaérek, ez is tök jó így, bazd meg, hogy milyen geszit csináljak még. De miért? Nem értem, geci. Ráugdik inkább a fejére, és baszik meg csinálni az ületet, amit kéne. De! Megtapsolja a fejem, azt meghalok, jó volt. Miller, Miller. Gyere. De miért nem veszed el tőle? Hát nyomtam a jobb klikket, ember, nem áll. De nyomom a jobb klikket! De nyomom a jobb klikket, és nem beszél tőle a fegyvert. Ilyenkor mi a rákot lehet csinálni? Mindegy, akkor viszont szétfuttatjuk őket, a szervereket szétszedjük. Nem pusztult meg ez a szerver, fasza. Jó, azt szétlőtték. Szét kéne lőni. Give me the weapon. Még ketten vannak legalább. Kinyírtuk az összes szervert, ugye ez volt a fő célpont. Na igen, most a felhúzott fényerő meg a minden itt egy kicsikét vakító. Csak majd aztán ne felejtsem el visszahúzni a fényerőt, még ilyeneket meg kell, mert este meg fog vakulni. 100%. Miért tűnt a tetőn? Dregs. So this is just the start. I prefer to
Think of it as an ending. Still, you did a remarkably good job of coaxing out all those loose ends surrounding Pope's demise. It's why you're still alive. You can't live on the edge all your life, Faith. Sooner or later, you have to jump. Ha 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 ha. Te is így gondolod? Vele én is. De azért azt ne felejtsük el, hogy rohadtul szeretek én itt. A tükör szélén élni. És hivatalosan is kivégeztük a játékot. Oly, annyira nosztalgikus ez a zene. Megnézzük a krediceket, és aztán elgondolkodunk azon, hogy milyen kibaszott jó élmény nyújt ez a játék minden egyes alkalommal, amikor leülök elé, és végigjátszom. És nem is hosszú szóval, sok időt nem is veszed az életemből. Ez az 5 óra, vagy valami ilyesmi, nem olyan vészes szerintem. És gecire jó. Legalábbis ez az én véleményem. De mondjuk én abból is nagyon szeretem a parkort, mint sportot. Habár magam ma nem űzöm. Volt egy időszak, amikor foglalkoztam vele. Ma lemondtam róla. Anélkül is meghalok mindjárt, nem vagy még izé. Még össze is törjem magam előtte. Szerintem eltelik egy vagy két év, és megint ki fogom játszani. Szóval, ja. Tudom függetlenül, hogy néhány ilyen felhúz a játék, mert mindig kibaszottul imádom. Viszont sajnos meglátszik már rajta, hogy öregszik ez is. Habár a grafika még szerintem mai szemmel sem csúnya. De, hát na. Amikor először láttam ezt a játékot, az egy PC Guru magazinban volt egy játékteszt, de nyilván 2008-ban, amikor kijött. És utána meg akartam szerezni, de először nem volt hozzá olyan gép, amin tudtam vele játszani. Szóval hát ez elúszott előlem. Aztán amikor szereztem egy olyan gépet, amivel tudtam volna játszani vele, akkor még nem volt pénzem a játékra, szóval muszáj volt lekalúzkodnom. Csak ugye a kalózkodás az azzal jár ennél a játéknál, hogy... hogy is mondjam? Nem, hogy is mondjam, hát tudom. Hát van benne egy ilyen, direkt egy ilyen blokkoló, hogy egy bizonyos résznél, hogy hogyha kalózkodva van meg a játék, és ugye ezt a játék észreveszi, akkor egyszerűen nem tudsz egy ponton tovább jutni, mivel van egy ugrás, amit meg kéne csinálnod, de az ugrásnál teljes mértékben lelassít téged, szóval, de olyan szinten, hogy lassabb leszel, mint hogy gyalogolnál. És ebből kifejezőleg ugye nem tudsz átugrani semmiképpen, szóval ott neked véget ér a játék. Szóval, ja, ezt kerestem egy csomó ideig, hogy akkor mivel lehetne ezt kioldani, meg mit tudom én, de szerintem, ha jól emlékszek, egyszer sem sikerült. Egyszer sem sikerült kiiktatni. Habár
utána azt hiszem valamikor már volt ilyen kiiktatós dolog. Aztán egy egész hosszú ideig nem is tudtam játszani a játékkal, amíg végül meg nem vettem, ugye. És hát onnantól kezdve hát zseniális az egész. Szóval nagy álmom volt ez a játék, hogy 8-9 éven keresztül, vagy valahogy így, mire végül sikerült megvennem. És végre tudtam vele játszani. Köszönjük meg Nagy Máriának a lokalizációt. Közben amúgy arról beszélt, van benne még Benedek Gergő, vagy Gergő Benedek, ki tudja. Benedek Gergő, gondolom. Szóval arról beszéltek közben ugye, hogy milyen utóhatásokkal járt ez a helikopteres, tetős, szerver szétrobbantós mutatvány. Csomó halott ember, meg stb. Megvárom, hogy lepörögjön a kredit. A kredit ugye lepörögjön, és akkor utána lezárjuk a videót. De hát szerintem egy jó élmény volt mindenképpen. És ugye innentől már csak egy dolog maradt hátra. Jöhet a Catalyst. Habár magát a Catalyst-et is kijátszottam már, de ez egy kicsikét másabb, mint ez. Tehát, hogy van benne rengeteg újítás. Malabu open world, szóval nem zárt pályákon kell menni. Teljesen átdolgoztak benne a izéket, a harcrendszert. És igaz, ott nem lehet fegyvereket felvenni a földről és használni, meg elvenni az emberektől. Viszont nem is igazán van rá szükség, mivel a harcrendszer az annyira jól lett kidolgozva az én véleményem szerint. Hogy ha értesz hozzá, tehát tudod, hogy mi csinálsz, akkor simán szét lehet kapni az embereket. Plusz ott bejön a skill system is, amivel ugye skilleket tudsz pakolni egyrészt a harcra, másrészt tudsz skilleket pakolni még a magára a parkour mutatványokra. Szóval például a kedvenc mutatványom, amit ebben nagyon szerettem csinálni, ez a 180-as fordulásos ugrás, azt ott külön ki kell unlockolni. Szóval egy a játék elején egy ideig olyan nincsen. Sajnos. Ez az egyetlen egy dolog, ami nem tetszett benne. Illetve vannak benne nagyon menő részek. De tényleg. Szóval azt is élvezetes lesz újra kipörgetni. Hát mondjuk előtte még ezeket mind meg kéne vágni, amiket most felvettem. Ma ezt a 2,5 órát. Meg az ezelőtti stb. Ami még nincs fent. Mert ugye két rész van fent jelenleg a csatornán. Hát aztán... Aztán, ja. Aztán így ennyi. Szóval majd várhattok arra, hogy jön a Catalyst is. Jönni is fog. Na jó, van, én viszont itt elköszönök tőletek. Megvárjuk még a credits lepörög és ott vége a videónak. Szóval legközelebb, mikor találkozunk, az nagyon valószínű, hogy a Mirror's Edge Catalyst ölelésében fog történni. Addig is pedig... Sziasztok!